irányítani az ifjú nemzedék elé. Itt van például Manszfel Péter, aki fiatal kora ellenére végigcsinálta 56-ot, illetve a márciusban újrakezdjük mozgalmat, és az életét adta ezért a hazáért, ezért a nemzetért, a szabadság ügyéért. Na most azt tudjuk ugye, hogy ez a Mácsik György nevű szarházi szemétláda ügyész a mai napig él, virul, és nem lehetett elszámoltatni rajta a 25-6 halálos ítéletet, mert hogy azt mondta a mostani ugye, kormány is, aki azzal került hatalomra, mindenkit jól átcseszve a rengeteg ígéretével, hogy lesz elszámoltatás mindenféleképpen. Hát ennyi! Tehát ezt erre nem lehet, erre a szemétre nem lehet ráhúzni semmi. Hát nem hiszem el, nem hiszem el. Ennek az embernek minden normális nemzetállamban a főtéren kellene lógnia ezek után. Hát akkor emlékezzünk Manszfel Péter utolsó órájára. Lugdöves újába, szomorú a pes, a március a falai elszavakat fes. Alka sír a börtön, mélynek fegyen, most után 18, nem lesz 19. Kiborogom a zárban, rosszásokat, itt az idő hajtás, mögött az úr. Szakás teje, egy fiatal állat, ott a még tűzünk, kacsor a cám. Még egyszer kinézek a rásos ablakán, láttam, hogy egy felhő gyorsan domaszál. Belül, mindjárt ott leszek, csak a bitófáig bármit is teszek. Lőben a zsúrába, szomorúba mest,